Képviselőtársaim, az LMP képviselő csoportjának vezér szónak a Keresztes László Loránd képviselő úr. Parancsoljon Önnél a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterhelyettes úr. Mély meggyőződésem, hogy egy olyan témáról beszélünk, most egy olyan témáról vitatkozunk, ami alapvető nemzeti érdekekkel van összefüggésben, és alapvetően meghatározza ez az ügy a gyermekeink, unokáink jövőjét, és egyáltalán a magyar nemzet jövőjét, ahogy egyébként az elhangzott jobbikos képviselőtársaimtól is, valódi sorskérdés, hogy a természeti kincseinket meg tudjuk óvni. Én nagyon örülök, hogy a mai vita során mondhatjuk, hogy eddig teljes egység mutatkozott, tehát az eddig itt felszólaló képviselők egységesen nyilatkoztak, hogy ez a szubszidiaritás eljárás ez jogos, és az Európai Bizottságnak az indítványát nagyon határozottan el kell utasítani. Én bízok benne, hogy a tegnapi szavazáshoz képest egy sokkal egységesebb megjelenéssel látható majd ennek a nemzeti egységnek, amikor, ha jól tudom, 25-én erről szavazni fogunk. Én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez kialakuljon. És nagyon bízok benne egyébként, hogy már elhangzott Szabó Rebek a képviselőtársamtól, a természeti kincseik megóvásának az ügyében nem csak ez lenne az a kérdés, ami egy nemzeti egységet mutat, hanem valóban ez egy nemzeti minimumként jelenne meg, hogy a vízkincsünket, a földet, a természeti kincseinket soha nem lehet áruba bocsátani. Ugye ez még sajnos nincs így, de hát ne adjuk föl soha a reményt, hogy meg tudjuk győzni önöket is, hogy nem csak ebben az amúgy rendkívül fontos kérdésben kell elutasítani egyébként a nagyvállalati lobbit és a brüsszeli lopakodó jogalkotást, amit ebben az ügyben egyébként nagyon helyesen megfogalmaztak. Hát ugye valójában mi történik itt? Ugye ahogy elhangzott, 2006-ban nagyon helyesen egy nemzeti egység bontakozott ki Magyarországon a GMO mentesség mellett, a GMO technológia elutasítása mellett, és az is támogatandó és nagyon fontos lépés, hogy 2012 óta az alaptörvény is rögzíti azt, hogy Magyarország a genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaság biztosítása mellett elkötelezett. És ahogy többen elmondták már az előttem szólók, hogy az Európai Bíróság kimondta azt, hogy ezek a bizonyos új génkezelési technológiák is GMO-nak minősülnek, tehát a GMO szabályozás alá kell, hogy tartozzanak. Ez egy 2018-as bírósági döntés volt, és ennek ellenére nyújtotta be most július 5-én az Európai Bizottság ezt a meggyőződésünk szerint gyalázatosnak tekinthető és tekintendő javaslatot. Mi is azt látjuk egyébként, hogy itt tulajdonképpen a társadalmi érdekekkel szemben, és mondhatjuk, hogy az európai érdekekkel szemben kizárólag a nagyvállalati lobby volt az, ami el tudta érni, hogy ez az indítvány az Európai Bizottságon átmenjen, és azóta is egyébként ezen a bizonyos konferencián hallhattuk is főosztályvezető úrtól, hogy egészen elképesztő lobby tevékenységet és egy agresszív lobby tevékenységet hajtanak végre, hogy át tudják csempészni ezt a géntechnológiát a jelenlegi szabályozásoknak a nagyon helyes falán. Ugye mit is jelentene, hogyha elfogadnák ezt a szabályozást? Megfosztaná kormányokat attól, hogy betiltsák, vagy korlátozzák ennek a technológiának az alkalmazását, tehát valóban elvenné a szubszidiaritást, ez már önmagában elegendő indok, hogy az elvi alapok mellett, hogy elutasítjuk ezt az Európai Bizottsági döntést, de itt elvenné a fogyasztóknak a tájékozódáshoz való jogát. Itt az is egyértelmű lenne, hogy vagy az is egyértelmű, hogy valóban az elővigyázatosság elve egyáltalán nem érvényesült, hogy azt sem vizsgálták, hogy milyen módon hatna méhekre, más beporzókra, milyen módon hatna biodiverzitásra ennek az indítványnak az elfogadása. És valóban a kimutathatóságot is egy fordított bizonyítási kényszer helyzetbe hozná, amit egyébként az előterjesztő is elmondott. Tehát mondhatjuk, hogy elemenként is, és összességében elvi alapon is elutasítandó az a bizottság indítvány, ami július 5-én, tehát nem oly rég kikerült az Európai Bizottság berkeiből. Ezért is történt meg valóban az, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Fenntartható Fejlődés Bizottság, illetve a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács egy közös konferenciát tartott szeptember 27-én. Ezen a konferencián felszólalt egyébként a felkérésünkre, a szervezők felkérésére dr. Bándi Gyula, jövő nemzedékek szószólója, felszólalt Kőrösi Levent, az Agrárminisztérium főosztályvezetője és Ricardo Steinbecher, kutatóasszony, az ENSZER kutatóhálózatnak, ez ugye a különböző nagyvállalati lobbiktól mentes kutatóhálózatnak a kutatója, és valóban egy nagyon-nagyon fontos, mondhatjuk, hogy szakpolitikai és szinte tudományos szintű előadás sorozat révén, én azt gondolom, hogy minden jelenlévőben is megerősödhetett az, hogy milyen súlyosak, komolyak a kihívások, és hogy mennyire fontos most, hogy ebben a kérdésben valóban nemzeti egységet tudjunk biztosítani.
Annak, ugye voltam tegnap az Európai Ügyek Bizottságának az ülésén, ott is egy rövid felszólalásra jeleztem, hogy természetesen maximálisan támogatjuk ezt a bizonyos eljárást, ezt az indítványt, és maximálisan támogatjuk, hogy egy nemzeti egységgel álljunk ki Magyarország GMO mentessége mellett. És természetesen tegnap a kivételes eljárást is megszavazta az LMP országgyűlési frakciója. Úgy láttam, hogy a Jobbik frakciója is így tett. Az viszont már hát kevésbé adott okot örömre, hogy tegnap volt a Mezőgazdasági Bizottságnak az ülése is, ahol a már nem először benyújtott, ugye az LMP frakció által évek óta benyújtott a GMO-mentes stratégiai melletti nemzeti kiállás lehetővé tevő határozati javaslat volt a vitatárgya, a társadalmazatba vétel vitatárgya, és nem szavazta meg a Mezőgazdasági Bizottságit. Illés Boglárka képviselő asszonyra is nézek, és a támogatását szeretném ebben kérni. Én azt gondolom, hogy szükség van egy politikai nyilatkozatra is a Magyarországgyűlés részéről, ami kifejezi a nemzeti egységet ebben a kérdésben, hogy a GMO-mentességet meg kell őrizni. Egyébként szeretném megköszönni Bence Jánosnak, hogy tegnap a Mezőgazdasági Bizottság ülésén egyetlen egy igen szavazat volt a javaslatom mellett, Bence János Jobbik képviselőre adta ezt a szavazatot, és a Fidesz-KDNP képviselői nem támogatták. Én próbáltam párhuzamot vonni, ugye volt már ilyen szubszidiariási eljárás, nem olyan rég, a kötelező elosztási kvóták ügyében. Akkor hasonlóan bejött egy jogtechnikai javaslat, amit az LMP frakció támogatott, és párhuzamosan bejött egy politikai nyilatkozat is, amit szintén támogatott az LMP, hiszen úgy gondoltuk, hogy valóban hogy a migráció kérdésében egyértelművé kell tennünk, hogy a bevándorlás politikai nemzeti hatáskörben kell tartani. Én azt gondolom, hogy ez is olyan fajsúlyú ügy, amiben teljes mértékű és politikai szintű nemzeti egységet is kell képviselni, ezért én ismételten meg fogom próbálni azt, hogy az LMP frakció nevében, hogy előterjesztünk egy ilyen javaslatot, hogy ne csak egy ilyen jogtechnikai jelentés kerüljön ki, úgymond az országgyűlés döntéshozatalából, hanem egy politikai nyilatkozat, és én szeretem kérni mind a Fidesz, mind a KDNP frakció támogatását, hogy beszéljék rá a Mezőgazdasági Bizottságban ülő képviselőtársaikat is, illetve csatlakozzanak hozzá, hogy valóban ebben a kérdésben meg tudjuk mutatni egyébként a brüsszeli bürokratáknak, hogy valóban van nemzeti egység. Én azt gondolom, hogy egy ilyen eljárás során, amikor sajnos sorakoznak föl az új génszerkesztési technikák mögött, komoly államok, ugye hallható tegnap az Európai Ügyek Bizottságában, hogy bizony nagyon komoly erők sorakoztak már fel, hogy ezt a politikai döntést áterőltessék. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy nagyon komoly érv lesz az, hogy na ebben a kérdésben Magyarországon nemzeti konszenzus van. Egyébként tegnap egy kicsit aggodalommal töltött el ez a szavazási eredmény. Én láttam, hogy 35 nem volt. Én nagyon bízok benne, és egyébként inkább ezt látom valószínűnek, hogy itt a kivételességi eljárás miatt utasították el többen az indítványt, nem a tartalom miatt, és tudom is azt konkrétan, hogy több frakció is a GMO technológiák ellen van, de én mind a 35 képviselőt, akik tegnap nem támogatták az eljárást, meg fogom külön is keresni annak érdekében, hogy 25-én egységesen szavazzunk a javaslat elfogadása mellett. Ugyanakkor természetesen az LMP frakció is igennel fog szavazni 25-én, ugyanakkor szeretnék néhány vita során tett felszólalásra is reagálni. Ugye többször elhangzott kormánypárti képviselőtársaimtól az elővigyázatosság elve. Ez elhangzott a hétfői napon is, amikor én idéztem dr. Bándi Gyulát, a Jövő Nemzedékek szószólóját, akit nagyon széles konszenzussal választottunk meg a második ciklusára, aki felhívta a figyelmet, ugye a nemzeti természeti kincsenk védelme tárgyában, felhívta a figyelmet arra, hogy milyen súlyos kockázatot jelent az a kormányrendelet, amit önök elfogadtak szeptemberén, tehát a kormány elfogadott szeptember 21-én, és én nagyon méltatlannak tartottam azt, hogy a miniszterelnökség miniszter helyettese hisztériakeltésnek minősít egy olyan felszólalást, amikor konkrét jog és tartalmi érveken mutatjuk be, hogy milyen kockázatot jelent a természeti kincseinkre egy elfogadott kormányrendelet, és miután Bándi Gyula, dr. Bándi Gyula szavait idézem, újra feláll a miniszterhelyettes úr is, ismét hisztériakeltésről beszél. Most egy aktualitás a kérdésben, hogy Debrecen fideszes polgármestere is megszólalt tegnap, és ő is azt kéri a kormánytól, hogy vonják vissza azt a rendeletet, ami a szennyező különböző cégeknek mentességet adna a környezetvédelmi bírságok és a gyárbezárások hatásai elől. Ez is egy nagyon-nagyon fontos lépés, hogy valóban meg tudjuk őrizni a természeti kincseinket, meg tudjuk őrizni a vízkincsünket. És a vízkincs, ugye ezt említette Illés Boglárka képviselő asszony, hogy ugye ez a GMO mentesség, ez eddig is nagyon bízunk benne, hogy továbbiakban is egy nemzeti konszenzus, hogy ezt a nemzeti konszenzus övezi, és hogy a vízgazdálkodás kérdését, a vízügyek kérdését is említette képviselő asszony. Most ugye erről is volt egy vita tegnap, hogy a Rétvári államtitkár úrral beszélgetünk, bár nem igazán vita volt, inkább próbált
próbáltuk így közelíteni az álláspontokat. Én azt gondolom, hogy odáig eljutottunk közösen, ahogy elhangzott egyébként más képviselőtársairól is, hogy a legfontosabb nemzeti kihívás most az, hogy gyakorlatilag Magyarország kiszárítása történik. A miniszterelnök úr két héttel ezelőtt elmondta, hogy Magyarországon több víz folyik ki, mint amennyi beérkezik. És az is egyértelmű, hogy ez továbbra is így fog történni, hogyha nem változtatjuk meg a vízgazdálkodási szemléletet, azt a vízgazdálkodási szemléletét, ami másról sem szól, hogy minél gyorsabban vezessük le a vizeket, és ezeket a folyók ki tudják vinni az országból. Tehát akkor beszélhetünk itt eleve majd a nemzet jövőjének a biztosításáról, hogy ezt a folyamatot meg tudjuk állítani, hogy Magyarország kiszárítását, Magyarország lecsapolását meg tudjuk állítani. Ez viszont a tájban, a víznek a tájban történő megtartása célzó vízgazdálkodási koncepcióra, és az ennek megfelelő tájgazdálkodási koncepcióra van szükség. És sajnos azt kell mondanom, hogy ugye különböző eseményeken, konferenciákon, bizottságüléseken már elhangzott az, egyébként agrárminiszter úr részéről is, hogy átlátják ezt a problémát, és valóban cselekedni kell, de mégsem történik meg ez a cselekvés. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezt az alapvető kihívást nem tudjuk orvosolni, hogyha nem tudjuk végre a vizeket elvezető vízgazdálkodásért, a víz megtartó vizet, a tájból megtartó vízgazdálkodást érvényesítenünk, hogyha valahogy mégsem jutnak el ezeknek a szakembereknek az érvei a döntéshozatal szintjéig, akkor óriási bajban leszünk. Ugye a homokhátság 2020 óta folyamatosan félsivatag, vagy hivatalosan is félsivatag, 1970 óta 2 és 5 méter közötti szinttel csökkent a talajvíz, és éves szinten most a talajvíz csökkenés az Alföldre vetítve éves szinten 2 köb kilométer víz elvesztését jelenti. És ugye államtitkár úrral is már többször beszéltünk erről, a kormány rendszerint az öntözési koncepcióval, az öntözés lehetőségével rukkol elő, de hát még a saját terveik szerint sem fogja a területek 10%-ára nagyobb terület arányát érinteni az öntözés, és azt is tudjuk, hogy félsivatagi körülmények között már nem tud segíteni az öntözés. Tehát táji vízvisszatartás lehetőségének a megvalósítására van szükség. Ebben is kérem önöktől az, hogy alakítsunk egy nemzeti konszenzust, itt megvan a tudás, megvan a lehetőség, a szándék és a cselekvés hiányzik ahhoz, hogy ilyen módon részt tudjuk venni közösen ilyen folyamatban, hogy meg tudjuk védeni a természeti kincseinket. Ami a vizeket érinti, ott pedig, hát amit látunk ugye a közművek tekintetében, most nem akarok ebbe belemenni, mert eltérnék a tájtól, a felszíni, felszín alatti vizeink védelme mind-mind olyan terület, ami valóban ezeket mentesíteni kéne pártpolitikai csatározások alól. Mi erre mindig nyitottak voltunk, mi mindig megtettük az indítványainkat, az így lesz a későbbiekben is, és visszakanyarodva ennek konkrét indítványra, én ezt tudom mondani, hogy az NLP frakció természetesen támogatni fogja, és törekedni fogunk arra, hogy teljes nemzeti konszenzus legyen. Én nagyon bízok benne, hogy nincs olyan frakció a magyarországi ülésben, aki szembe menne Magyarország GMO mentességének megőrzésével. Köszönöm, elnök úr!